Magnézium hiány. Mindenki tudja, hogy a magnézium mennyire fontos az emberi szervezet számára. Azonban pótlására már jóval kevesebben fordítanak energiát. Egy 2021-es tanulmány szerint csak az Amerikai Egyesült Államokban közel minden második ember érintett a magnézium hiányában, és ez a szám csak tovább növekszik. Fontossága kicsit sem elhanyagolható. Közel 300 enzimreakcióban vesz részt, amik szerepet játszanak az energiatermelésben, fehérje és DNS szintézisben. Sőt, a magnézium még a csontok és a fogak egészségéhez, valamint az izmok megfelelő működéséhez is hozzájárul, és még a szívünk egészségét is támogatja. Az elmondottak alapján bátran kijelenthetjük, a magnézium pótlására muszáj odafigyelni. Szerencsére több olyan egészséges élelmiszer is létezik, amelyek rendkívül gazdagok magnéziumban, és rendszeres fogyasztásuk bizonyítottan segíthet pótolni a szükséges mennyiséget. Videónkban most 8 ilyen élelmiszert fogunk bemutatni, valamint kitérünk arra is, hogy milyen további jótékony hatásokat eredményezhetnek egészségünk tekintetében. Spenót A spenót a gyökerén keresztül képes felszívni a magnéziumot a talajból, ebből kifolyólag a magnézium egyik legkiváló forrása. Egy csésze friss spenót elkészítési módjától függően akár 150 mg magnéziumot is tartalmazhat, Sőt, a spenót még gazdag vasban is, ami nélkülözhetetlen az egészséges vörösvértestekhez, a benne megtalálható flavonoidok és karotinoidok pedig segíthetnek megelőzni az oxidatív károsodásokat és a különböző gyulladásokat. Nem utolsó sorban a spenótban megtalálható lutein és zeaxantin kiváló táplálék lehet a szemünk számára, és bizonyítottan hozzájárulhatnak a szemmel kapcsolatos betegségek megelőzéséhez. Tök mag! A tökmag a legtöbb maghoz hasonlóan rendkívül tápanyagdús. Gyakran a magvak nagyobb koncentrációban tartalmaznak különféle vitaminokat és ásványanyagokat, mint a zöldségek vagy a gyümölcsök. 30 g tök mag nagyjából 150 mg magnéziumot tartalmaz, ami a felnőttek számára az ajánlott napi bevitel közel 30%-át is lefedheti. Továbbá a tök mag gazdag E-vitaminban és karotinoidokban, amelyek a spenóthoz hasonlóan segíthetnek megelőzni az oxidatív gyulladásokat, sőt, még az öregedési folyamatokat is lelassíthatják. Ezen felül a tök mag még a triptofán természetes forrása is, ami egy olyan aminósav, amely a testünkben szerotoninná és melatoninná alakul, emiatt pedig pozitívan befolyásolhatja a hangulatunkat és az alvásaink minőségét. Mandula A mandula az egyik leggazdagabb magnézium forrása diókfélék családjában, 30 g közel 80 mg magnéziumot is tartalmazhat. A diófélék jellemzően gazdagok ebben az ásványi anyagban, mivel a fák növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen tápanyag. Egy 2017-ben a Journal of Nutrition folyóiratban közzétett tanulmány szerint a diófélék fogyasztása bizonyítottan csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázatát, Köszönhetően a bennük megtalálható magnéziumnak, káliumnak és egészséges zsíroknak. Ráadásul a mandula még gazdag prebiotikus rostokban is, amelyek elősegíthetik a jótékony bélbaktériumok növekedését, és nagy mennyiségben tartalmaz olyan vegyületeket, amelyek támogatják a kognitív funkciókat és az agyunk egészségét. Étcsokoládé. Jó hír a csokoládé szerelmeseinek, hogy az étcsokoládé az egyik legjobb magnéziumban gazdag élelmiszer. Az étcsokoládék kakaóbabból készül, amely különféle eszenciális ásványi anyagokat tartalmaz, legnagyobb mennyiségben magnéziumot. 100 g így csokoládé kakaó tartalmától függően akár 60 mg magnéziumot is tartalmazhat. Fogyasztásával kapcsolatban javasoljuk, hogy legalább 70% kakaó tartalmú kivitelt válasz, illetve olyat, ami a lehető legkevesebb feldolgozási folyamaton esett keresztül. Az étcsokoládé rendszeres fogyasztása többek között még javíthatja a kognitív funkcióinkat, valamint a vércukorszabályozást is, ami különösen a cukorbetegek számára lehet rendkívül előnyös. Végezetül az étcsokoládé serkentheti a szerotonin és az endorfin termelődését is, amik kulcsfontosságúak a hangulatszabályozás és a stresszkezelés tekintetében. Avokádó Az avokádó óriási figyelmet kapott az elmúlt években, Úgynevezett szuperélelmiszerré nőtte ki magát. Nem véletlenül, hiszen az avokádó különböző vitaminok és ásványanyagok gazdag forrása, beleértve a magnéziumot, káliumot és rostokat. A magnéziumot különösen a húsában tartalmazza, egyetlen avokádóban akár 60 mg magnézium is előfordulhat. További jótékony egészségre gyakorolt hatásai között megemlíthető, hogy a benne megtalálható egészséges zsírok és rostok, mind-mind hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez. Ráadásul még a test szabályozásban is a segítségünkre lehet, mivel alacsony kalóriatartalommal bír. Ezen kívül gazdag még D, E és K vitaminokban is. Ezen vitaminok pedig jótékonyan támogathatják csontjaink és izmaink működését. Lazac A lazac az egyik legmagasabb minőségű hal, amely több módon is támogathatja egészségünket. Magas magnézium tartalmát annak köszönheti, hogy a lazacok kisebb halakat, krilleket és vízi élőlényeket fogyasztanak, amelyek gazdagok magnéziumban. 100 mg főt lazac nagyjából 30 mg magnéziumot tartalmazhat, ami kicsit elmarad a már felsorolt magnéziumban gazdag ételekhez képest. Cserébe viszont más egészségre gyakorolt jótékony tulajdonságokkal rendelkezik. Először is rendkívül gazdag meg a három zsírsavakban, amelyek nélkülözhetetlenek a szív és érrendszer egészségéhez, valamint erőteljes gyulladás csökkentő tulajdonsággal bírnak. Kutatások már több alkalommal is felhívták a figyelmet, hogy az omega-3 rendszeres pótlása megelőzheti az olyan szívvel kapcsolatos állapotok kialakulását, mint a szívinfarktus. Sőt, a lazac még a D-vitamin természetes forrása is, aminek hiánya tartós fáradtságot, depressziót, csont- és hátfájdalmat, hajhullást vagy akár legyengült immunrendszert eredményezhet, így pótlására mindenképpen érdemes odafigyelni. Banán A rendszeres testmozgást végzők körében a banán szinte minden étrend alapját képezi, magas magnézium tartalma mellett még gazdag káliumban és élelmi rostokban. Az élelmi rostok jótékonyan támogathatják az emésztést és a vércukorszabályozást, valamint a banánban megtalálható kálium még a magas vérnyomás kezelésében is segítséget nyújthat. Nem utolsó sorban a már említett élelmi rostok segíthetnek tovább tartó jó lakottság érzetet biztosítani. Így nem meglepő, hogy miért is szokták a banán gyakran fogyókúrás élelmiszerként említeni. Végezetül a tökmaghoz hasonlóan a banán is gazdag triptofánban, ami hozzájárulhat a mentális egészséghez és a jobb hangulathoz. Fekete bab a magnéziumban gazdag ételek listánkon a fekete bab is helyet kapott. Egy csésze nagyjából 170 g tömegű fekete bab 60 mg magnéziumot tartalmazhat, ami akár a napi magnézium bevitel 15%-át is lefedheti. A hüvelyesek, mint a fekete bab természetüknél fogva több ásványi anyagot tartalmaznak, mint sok más élelmiszercsoport. Magasros tartalmuknak köszönhetően támogathatják az emésztőrendszert, és megakadályozhatják a székrekedés kialakulását. Sőt, a fekete bab alacsony glikémiás indexel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy lassan emeli meg a testünk vércukorszintjét, így különösen előnyös lehet a cukorbetegségben érintettek számára. Továbbá magas fehérje tartalommal rendelkezik, valamint gazdag vasban, fósavban és antioxidánsokban. Ezek mindegyike hozzájárulhat egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Te odafigyelsz a magnézium pótlására? Ha igen, hogyan? Válaszod a le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videónkban elhangzottakat, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is, illetve lájkolhatod videóinkat. Ha pedig szeretnél minket támogatni, akkor legyél csatornatag. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.